Április 3-án országgyűlési választások zajlanak majd Magyarországon, melynek lebonyolítását a helyi polgármesteri hivatalok szervezik. A lakosok a napokban találkozhatnak a postaládájukban egy értesítővel, mely a választópolgárok névjegyzékbevételéről szól. A választások kapcsolatban talán az egyik legfontosabb, hogy melyik szavazókörben tud szavazni a választópolgár. Az értesítések készhezvétele február 11-éig meg kell, hogy történjen, tehát a választópolgároknak addig kell ezt megkapniuk. Amennyiben erre ez valamilyen oknál fogva elmarad, akkor kérem, hogy a helyi önkormányzat jegyzőjénél jelentkezni szíveskedjenek. Bonyhádon természetesen itt a bonyhádi önkormányzat hivatalában, a vidéki településeken pedig az ottani hivatalokban. Talán még fontos, hogy az értesítés készhezvételét követő változások, ilyen például a lakcímváltozás vagy a névváltozás, ezek szintén átvezetésre kerülnek, és ebben az esetben új értesítő kerül kiküldésre. Fontos információ még, hogy január 27-től, tehát az múlt héttől lehetőség van a különböző választási kérelmek benyújtására, így az átjelentkezési kérelem, a külképviseleten való szavazás iránti kérelem, de már a mozgó úrnak kérelem is beadható. A kérelmek a helyi jegyzőhivatalában vagy elektronikus úton is beadhatók, mondta Fíciger Ágnes. Bonyhádon 17 szavazókör működik az elmúlt időszakhoz hasonlóan. Egyetlen változás történt ezzel kapcsolatban. Két szavazókör, az egyes és a kettes, amelynek a, a helyszíne általában a, a szakképző iskola, Percelmúr szakképző iskola volt, az Ettől az évtől átköltözik, miután a szakképző iskola átköltözött a, a Jokai utcába, és ez az épület üresen áll, ezért átköltözött az egyes szavazókör az önkormányzati épületbe, a kettes pedig a művelődési házba. Azok a választópolgárok, akik korábban kérték a nemzetiségi listára való felvételüket, és kérték a kiterjesztését az országgyűlési képviselőválasztásra is, ők ebben az esetben a pártlistára nem szavazhatnak. Felhívom a nemzetiségi választók figyelmét arra, hogy az értesítőjüket nézzék meg. Azon látható lesz, hogy ők melyik listára szavazhatnak. Azok tehát, akik pártra is szeretnének szavazni, a bejelentést március 30-áig tegyék meg a helyi jegyzőnél, vagy a www.választás.hu oldalon.